Ilyen hangos kopogással érkezett meg a jégeső pénteken a délutáni órákban, de a hosszú hétvégén is cseresznye nagyságú jég esett több településen. Néhol olyan sok jég gyűlt össze, mint a havazott volna. Az Országos Meteorológiai Szolgálat beszámolója szerint egy ciklon alakította időjárásunkat az elmúlt napokban, aminek hatására nedves léghullámok érkeztek, ez okozta a felhőszakadást és a kiadós jégesőt. A következő napokban pedig újabb, akár heves zivatarok is várhatók. Ahogy az előző napokban is előfordult a zivatarokat, általában felhőszakadás és jégeső kísérte, úgy a következő napokban is erre lesz esély, leginkább azért, mert most már egyre inkább bárikus mocsár légköri helyzet lesz kialakulóban, ami azt jelenti, hogy szinte bárhol, bármikor kipattanhat majd zivatar a következő napok során, így Székesfehérvár területén is erre lehet majd számítani a következő időszakban. Kisszabó Zsanett hozzátette, a füllett meleg idő kitart a napokban, kisebb enyhülésre, felfrissülésre az éjszakai órákban lehet számítani, a hirtelen kialakuló zivatarokat hőmérsékletcsökkenés kísérheti. Általában menetrend szerint alakulnak majd ki a következő napokban is ezek az zivatarok. Az lesz a jellemző, hogy még a délelőtti reggeli órákban általában napos idő lesz a jellemző, majd a napos idő hatására menetrendszerűen képződnek majd a komoly felhők, amelyekből már a kora délutáni óráktól lehet számítani zivatarok, akár heves zivatarok kialakulására is. Mind a mai nap, mind pedig a szerda, csütörtök és még a pénteki napon is szorványosan valószínű majd záporzivatar kialakulása. Emellett a hőmérséklet a délutáni órákban már a 25-26 fokot is elérheti a környéken.